Diákok ismerkednek az európai történelem szempontjából meghatározó dokumentumokkal. A levéltári kincseket magyar, osztrák, máltai, norvég, spanyol és portugál szakemberek gyűjtötték össze. A Várkert bazárban megnyílt egyedülálló transzmédia kiállításon kiderült többek között, hogyan rendelte el Mária Terézia a Szent Jobb tiszteletét. A hat nemzet összefogásával létrejött tárlat emellett Verbőci István egyenlő igazságszolgáltatásról szóló levelét is bemutatja, amely a magyar királyság több mint 400 évig érvényes jogi alapvetése volt. Az eredeti levéltári dokumentumok mellett rengeteg digitalizált szöveget ismerhetnek meg a látogatók. Ezek a dokumentumok elsősorban nem a háborúkról, békefolyamatokról, nagy történelmi konfliktusokról, sorsfordítókról szólnak, hanem sokszor hétköznapi apróságokról. Így rajzolódik ki az európai keresztény kultúra fejlődésének több mint 1000 éves története. Nem csak az installációkon, a játékokon keresztül jelennek meg a dokumentumok ebben a térben, ami most körülvesz bennünket, de a résztvevő hat ország fiataljai tavaly novemberétől idei júniusig videókat, képzőművészeti alkotásokat készítettek, inspirálódva ezeken az iratokon és azok tartalmán. Jelenleg is folyamatban van a résztvevő országok egyes filmrendezőinek munkája, amelynek az eredménye 8 dokumentumfilm lesz, ugyancsak inspirálódva ezeken a régi iratokon. A kiállítást egy nemzetközi projekt harmadik részeként rendezték meg. A sorozat célja a felbecsülhetetlen értékű levéltári anyagok bemutatása. A Magyar Nemzeti Levéltár raktáraiban rengeteg értékes dokumentumot tárolnak, ezek digitalizálása folyamatosan zajlik. Az oklevelek, kéziratok és kódexek hamarosan még jobb körülmények közé kerülnek, ugyanis a Nemzeti Hausmann program részeként megkezdik a bécsi kaputéri épület teljes helyreállítását. A levéltár egy új szárnyat is kap, amely már Petsamú eredeti terveiben is szerepel, de eddig nem épülhetett meg. Az új épület részben egy korszerű, a maihoz hasonló kiállításokat is befogadni képes látogatóközpont kap majd helyet. Az építkezés után végre a 21. századhoz méltó körülmények között tudnak majd dolgozni a levéltár kiváló szakemberei. Jelenleg a közös tervezés szakaszában járunk, ahol ugyanígy számítunk arra a konstruktív együttműködésre, amelyet itt a Várkert bazárban tapasztalhattunk. A Történelem, Emlékezet és az Európaiság 1000 éves mítosza című kiállítás november végéig ingyenesen látogatható.